OK-i és szakmai bizonyítványt kapnak a tanulók, ha megfelelően teljesítenek. Vannak gyakorlati vizsgatételek, vannak növényfelismerési gyakorlatok a parkgondozósainknál, viszont a korábbi évekhez képest egy nagyon fontos módosulás, hogy a szóbeli tételeket ugyanúgy el kellett hagynunk, mint az érettséginél. Írásbelin is kell teljesíteni a diákoknak, ez a napokban zajlik. A tantermen kívüli oktatás itt is akadályokat állított. Eleinte semmilyen személyes kontaktot nem tudtak tartani a kollégák a diákjainkkal, viszont a későbbiekben a Skype-os és telefonos instrukciók mellett lehetőség nyílt az egyéni találkozásokra, szigorúan betartva természetesen az előírásokat. Az elmúlt két hétben már rendszeresen be tudtak jönni a diákok, és mindenféle előírás biztosítva, de egy sikeres vizsga felkészítésen vagyunk túl. A szakmai tanulmányi versenyen az írásbeli forduló alapján a legjobb 10-be két nebulós diák is bekerült. Ők pedig Hasziló Péter és Bak Félix, ami óriási örömet okozott nekünk, hogy az országos 10-be két nebulós diák is benne lehetett. Sajnos a helyszíni gyakorlati fordulóra nem kerülhetett sor az országos versenyen szintén a koronavírus miatt, pedig ez alapján ők mentesítést kaptak volna a szakmai vizsga teljesítése alól, és automatikusan 5-ös lett volna a bizonyítványuk. Így most még egyszer bizonyítaniuk kell a rátermettségüket. A rész szakképesítést nyújtó szakiskolai programban tulajdonképpen 3 év alatt jutnak el egy szakma elsajátításához. Ezután akár újabb szakmát is szerezhetnek ugyanígy. Az intézményben szeretnének majd háztartásvezető képzést is elindítani, ha engedélyt kapnak rá.